manók, levegőben úszkáló halak, furcsa rovarok, gyakran egy firkából indulnak ki Kisteleki Dóra rajzai, munkái, álomszerű képei. Ő a mai ismeretlen ismerős. Az alapfeltétele az, hogy egy kicsit melankolikus legyen, érzékenyebb, ne adj Isten, túlérzékeny. Az érzékenység szerintem mindenképp, tehát egyáltalán nem alapfeltétel szerintem, én ugye magamból tudok csak kiindulni, de nem tudom, én ilyen típus vagyok sajnos, ez nem mindig jó, de azt vettem észre, hogy ez nálam így összefügg. De volt már olyan is, hogy éppen jó periódusomban festettem képet, de azért azt is hozzátenném, hogy ez nem volt annyira. Ezt akartam kérdezni, hogy amikor éppen lelkileg mély ponton vagy, akkor az serkent, jobb igen. Műveket hát, készítesz? Igen, vagyis hát most már, hogy is mondjam, inkább az elején inspirált ez, vagy ösztönzött nagyon arra, hogy hú, most akkor én nagyon rajzolok, mert nagyon festek, mert nagyon ki akarom festeni magamból itt a nagy fájdalmakat, amit egyébként túl dramatizálom általában az ilyen személyes problémáimat. De hát most már ugye inkább, nem azt mondom, hogy rutinával, de így függetleníteni tudom magamat az érzelmi világtól. A zenénél is attól még, hogy mondjuk nagyon-nagyon tetszik valami, lehet, hogy még adott esetben még talán nehezebb is jót csinálni, mert azt gondolom, hogy hú, ez nagyon tetszik, ez nagyon-nagyon átérzem, és akkor biztos valami marha jót csinálok, és igazából szinte leblokkol az, hogy nagyon jót akarok csinálni hozzá. Ez a verseknél is így van egyébként, amikor irodalmi művet kell illusztrálni, hogy hú, valamit nagyon-nagyon tetszik, nagyon közel érzek magamhoz, és mégis, és nem tetszik a rajz, mert nagyon jót akarok hozzá csinálni, ahhoz így méltót, és ez néha így gátol. De a zenéknél, hát eddig még szerencsém volt, mert ez a két együttes, ez igazából tetszik, meg szép, nagyon szép, amit csinálnak, és ez fontos. Ezek megrendelések, és nyilván megrendelésre máshogy dolgozol, mint hogyha igen. Saját belsődet vetített igen. Ki a papírra, vagy amire éppen dolgozol. Ez nehezíti, vagy könnyíti? Tehát ha megszabják, hogy most ez ilyen zenekar, ez az üzenete a muzsikájuknak, ebbe a világba gondolkozzál, vagy éppen egy versillusztrációról beszélünk, vagy pedig szabadon, amit éppen ki akarsz fejezni, az szerint festesz. Melyik? Milyen? Engem eléggé blokkol, hogyha megmondják, hogy mit csináljak. Általában jó, hogyha csak egy ilyen kis kezdeti irányt adnak, és akkor amiből ki tudok indulni, de hogyha már közben így beleszólnak, hogy na még ezt rajzold át, meg azt, akkor az kicsit meghal az az ügy. Ez most így, ez biztos azért van, mert még nincs elég tapasztalatom, vagy rutinom, hogy ezt megfelelően kezeljem, vagy... De erre már többször volt példa, hogy minél többször szóltak bele, én annál jobban így beszűkültem, és nem tudtam már azt adni. Mert ugye alapból ugye azért keresnek meg, mert azt tetszik, amit úgy magamtól csinálok. És akkor ez egy ilyen ellentmondássá válik, mert én először úgy kezdem, hogy azt csinálom, amit mondjuk én így szeretnék, vagy gondolok, és akkor beleszólnak, és akkor már nem én leszek, és nem az lesz, amit ők is így elképzeltek, vagy amit várnak tőlem, mert hogy jaj, hát de az milyen szép, amit úgy magadtól, igen, de abban nem szóltál bele. Szóval, hogy szólnak bele? Ott van mögötted mondjuk egy rajz, lehet ezt rajznak nevezni? Vagy grafika? Grafika, vagy mondjuk. Ott van mögötted egy grafika, ezt teszem azt, hogy megrendelésre készítettük, de megmondják, hogy ott annak a figura, igen, látom, igen. A feje legyen nagyobb, vagy ilyen szinten? Hát akár,
Akár, igen, és ez... Nagyon mérges lennék, hogyha az én nem feltétlenül. Egyébként olyan is volt, hogy pont azt mondták, hogy nyugodt, hogy legyél inkább jobban te, mert érezték, hogy már nagyon, azt nagyon meg akarok nekik felelni, és akkor azt mondták, hogy figyelj, felejtsd el, amit mondtunk, és csinálj valami olyat, ami belőled jön. És az általában az tényleg utána jól sikerül. Szóval ezért ez néha egy ilyen nagy harc, megküzdelem, mire így eljutunk egy olyan közös nevezőre, amivel én is elégedett vagyok, meg ők is, de azért általában így összejön. Ugorjunk vissza a gyerekkorba, hiszen a gyerekek azok általában mindig ösztönösen maguktól azt rajzolják, ami eszükbe jut, amit látnak. Nálad hogy kezdődött, mikor volt az a pillanat, amikor nem is benned, de a szüleidben, vagy a nem tudom, ovónéniben így felcsillant valami, hogy hoppá, a Dóri nagyon tehetséges, nagyon ügyes dolgokat csinál, érdemes lenne ezzel komolyabban foglalkozni. Emlékszel erre? Vagy emlékeztetnek-e erre? Hát nem tudom, nekem ez úgy volt, hogy ez nem volt kérdés tulajdonképpen, hogy valamilyen szinten ezzel fogok így foglalkozni, ha legalább akár hobbiként, akár így teljes, tehát akár így szakmaként. Így. Ha említetted, hogy édesapád vándorszínész volt, akkor ez feltételez egyfajta cigány életet? Ja, nem így kell elképzelni. Tehát ő járja az óvodákat, iskolákat egy ilyen magán színházzal, egy ilyen gyerekdarabokkal, ahol bevonja egyébként a gyerekeket a műsorba, szóval tök olyan interaktív. De nem, hát igazából én itt nőttem föl ebben a házban, és nem volt semmi. Tőzsdikeres budakeszi. Igen, igazából akkor költöztek ide, amikor én születtem, úgyhogy... Mindegy, szerintem ezt nem kell boncolgatni. A vidékről jöttek egyébként föl, vagy jöttünk, és ja, tehát így szokták mondani, hogy én már a jó világban születtem. Gyönyörű a kilátás innen egyébként. Igen. Mennyire inspirál téged? Tehát amióta tudatosan foglalkozol a képi alkotással, hogy ilyen szép kifejezéseket használjak én is, benne van a munkáidban az, amit itt nap mint nap látsz, nem csak innen a teraszról, hanem itt a városban, a környéken, a hegyeken, erdőkben. Ez mindenképpen, tehát én ezért így nap mint nap hálát adok, hogy én itt lakom, meg itt élhetek, és alkothatom. Így a város úgy különösebben nem inspirál, inkább tehát a légkör, tehát az, hogy most Budakeszi, az így különösebben nincs rá nagy hatása, meg annyi, tehát inkább Pesten mozgok, hogyha valami van, de imádom, tehát imádok ide visszajönni, és mert itt azért nyugalom van, meg tehát így csiripelnek a madarak, zöldek a fák, szóval néha már tényleg már attól kicsit rosszul vagyok, hogyha bemegyek, és így el kell töltenem, nem tudom, 5-6 órát így a városban, akkor utána már tök jó így ide visszajönni. És szerintem mondjuk a fene tudja. Lehet, hogy simán egy belvárosi kislakásban is ugyanezt csinálnám, mert azért azt nem hiszem, hogy olyan nagyon extra körülmények kellenek ehhez. Szóval volt, hogy ezt gondoltam, hogy fú, még nincs elég terem, meg nem tudom, még ez kéne, meg az kéne, de igazából olyan, tehát amikor volt egy ekkora szobám, akkor kezdtem el nagyjából ezeket a grafikákat csinálni, és amikor minden zavart, nem tudom, tehát akkor is azt csináltam, amit most, és nem volt olyan nagy különbség. Ezek inkább ilyen kifogások, vagy ez a... Én is szeretem nyilván, hogyha minél kényelmesebb, nem tudom, kényelmesebben vagyok, meg jaj, akkor legyen minden, nem tudom. A túlzott konform az alkotás ellen hat, nem? Én azt igen, gondolom. Igen. Néha szóval szorongatott helyzet. Egy kicsit. Így van. Voltál illusztrátor is folyóiratnál, irodalmi folyóiratnál, igen, vagy ez is? Mindig, igen, ez még mindig tart a Nyugat Plusz, most már Nyugat Plusz a neve. Igen, ide Nyugat illusztrálok. Most volt. Igen, volt Nyugat Most, meg Új Nyugat, meg nem tudom, mindenféle. És hát ez most már 3 havonta jelenik meg a lap, eddig 2 havonta volt, azt hiszem. És igen, azt egyébként nagyon-nagyon szerettem, az tök jó volt, hogy ez így összejött, és megtaláltak, vagy meg így kapcsolatokon keresztül jött ez a munka. Úgyhogy ez egyébként fontos, tehát egyébként is szerencsésnek érzem magam, hogy általában megtalálnak azok az emberek, vagy én is teszek lépéseket, szóval abszolút... Tudod menedzselni magad, úgymond, mert... Abban nem vagyok túl jó. Sok tehetséges művésznek, fiatal művészekről beszélek elsősorban. A legnagyobb problémájuk az, hogy
ezt a részét nehezen tudják persze. Hát az, igen, mert ez teljesen eladni más személyiséget magadat. Kíván, vagy egy más embertípus szerintem, egy ilyen menedzser, ez a hú de jó vagyok, mint hogy én állandóan azzal küzdök, hogy egyáltalán jó az, amit csinálok, vagy van-e értelme. Na most így eladni valamit, az tényleg nehéz. Ezért kapta a pozitív visszajelzéseket, és a referenciád is önmagáért igen, beszél. Igen, de ez attól még ez egy ilyen mindennapi kérdés. Meg hát mindig, tehát folyamatosan dolgozni kell azon, amit magadon. Úgyhogy mindegy, az illusztrációhoz visszatérve, mi is? Hát, hogy egy olyan polgári foglalkozást után tudsz-e nézni, vagy van-e lehetőséged olyat találni, ami biztosítja a hátteret ahhoz, hogy, hogy alkothassál. Igen, hát ez elég nehéz. Voltam már könyvesboltban eladó például. Ez az egyik legjobb. Igen. Mondjuk sokat olvastál. Ja, egyébként ezt nem lehetett, de mindegy, sajnos. Igen, hát próbálom így összeegyeztetni a kettőt. Tehát most így úgy néz ki, hogy elég sok, vagy eléggé kitölti az időmet az a másik dolog, amivel ez a polgári foglalkozás igazából, ami most úgy néz ki, hogy összejön, és emellett nagyon, nagyon nehéz ezt a másikat csinálni. Tehát akár ugye boros címkéket is csinálok most éppen, meg ugye van a Nyugat illusztráció, meg mondom, tehát a Szabó Balázsék is, tehát mindig vannak ilyen munkák, és tehát ezzel most így küzdök picit. Inkább akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy egy kvázi pályakezdő fiatal művésznek, te 27 éves vagy, azt hiszem, az a te korodban még 26 éves, bocsánat, hogy öregítettelek, tehát ez mondható, hogy pályakezdő vagy. Igen. Van arra lehetősége a mai Magyarországon, hogy pusztán az alkotásaival olyan sikereket érjen el, hogy kapkodják, veszik a képeit, meg tud élni belőle, és tényleg csak a művészetének tud élni. Biztos, hogy van egy-kettő, de én most ezt egy picit ilyen kivitelezhetetlennek látom, tehát egyelőre. Természetesen nekem is ez a cél, meg hát ez marha jó lenne. Én most ezt kicsit lehetetlennek látom. De tudom egyébként, hogy vannak, tehát van erre is példa, de a mögött nyilván hát sok munka, szerencse, kapcsolatok, nagyon sok tényező kell ahhoz, hogy ez összejöjjön. De talán az egyetem az pont a kapcsolatépítésre egy jó ugródeszka kéne, hogy legyen. Nálad Kaposvár az mennyit segített ebben? Mert hogy a Kaposvár Egyetem művészeti főiskolai karának képi ábrázolás szakán végeztél. Igen. Hát igen, képgrafika szak tulajdonképpen. De képi ábrázolás, szóval csak... Már én se tudom, hogy ez most így mindenféle. Hát Kaposvár, igen, az olyan szempontból volt jó egyébként, hogy így elég sok időm volt ugye az egyetemi órák mellett, így arra, hogy magamat fejlesztem. Tehát annyira nem volt meghatározó az ilyen szempontból. Inkább még akkor már a képzésiparművészeti szakközép. Könyvműves szak. Mit jelent az, hogy könyvműves szak, akkor árul már elég szíves? Igen, hát én azért mentem egyébként a könyvműves szakra, mert az illusztráció miatt, tehát már akkor is így azt akartam. A könyvműves az illusztrátor? Nem, mint kiderült, az is hozzátartozott, de inkább az, hogy igazából könyvkötészet, meg ilyen grafikai tervezés, tehát könyvborító, ilyesmi, hát az jó. De inkább, tehát ez a gyakorlati része, ez hangsúlyosabb volt. Igaz, hogy 5 évig könyvkötést tanultam, de most nem tudnék egy könyvet kötni, az biztos. Nem hozzád fogunk fordulni akkor ilyen ügyben. Jó, igen. De szóval egyébként ott alakultak ki olyan kapcsolatok, amikből most is így, amikre most is alapozhatok, vagy számíthatok. Tehát egy-két volt osztálytársam, ugye elment a képzőre például, őket oda vették föl, és nem tudom, tehát így ezek alapján. Szakmailag jó volt egyébként az egyetem? A Kaposvár? Igen. Én nem éreztem annyira erősnek, kicsit többet vártam. Honnan pótoltad akkor? Autodidakta? Autodidakta módon, igen. Tehát vettem egy-két ilyen jó kis könyvet, és
És igen, inkább autodidakta módon így azokat néztem, hogy ki mit, hogy csinál, és ebből sokat lehet tanulni mellesleg. Tehát tényleg, van egy jó könyved, ilyen szakmai, akkor már így nagyon... Hát mennyi ideig készül? Lehet, hogy ez is buta kérdés, egy nem. olyan munka, ami ott van fölötted például. Én egy ilyen nagyon összetett, nagyon aprólékos valaminek látom. Én sokáig úgy képzelném, hogy sokáig elszöszöl az alkotója igen. vele. Ez így van, ezt nagyon jól látod. igen. Tehát olyan szerintem még nem történt, hogy én leültem, és elkezdtem egy képet csinálni, és befejeztem így egy ültőhelyemben. Szóval általában sokszor visszatérek ugyanahoz a képhez. Itt is ez volt. A kezdeti dolog, tehát ahogy mondjuk, tehát ha nem megrendelésre dolgozom, hanem így magamtól, akkor az úgy szokott kezdődni, hogy mit tudom én, leülök rajzolni, és így nem gondolkozok, hanem ami hagyom, hogy így valami kijöjjön, és akkor az vagy jó, vagy nem, hogyha alkalmasnak találom arra, hogy ebből így valami, hogy tovább építsem, akkor utána már elkezdődik a tudatos része és kidolgozás, de azt szeretem, hogy még van bennem, ami van, aminek ki kell jönni kicsit, és akkor ezek ilyen tök fura dolgok, tehát én sem tudom néha, hogy így mit rajzolok, meg hogy, meg miért, és aztán a végén néha így rájövök, hogy ez lehet, hogy azért volt, mert... De ez a legvégén, vagy pedig a munkafolyamat közben van egy pont, amikor már látsz valamit abban, és akkor már tudatossá válik az ösztönösen induló folyamat. Most már, hát váltogatja egymást a kettő egy kicsit. Tehát van egy ilyen teljesen ösztönös kép alakítás, és aztán mindig utána jön rá egy ilyen tudatos. És szerintem ezek így egymásra rakódnak szépen, vagy nem szépen, de a lényeg az, hogy nekem még mindig az erősségem, szerintem kicsit ez a, amiről így nem is nagyon tehetek, legalábbis, ami tényleg, amiről azt sem tudom, hogy mi az. Hát, amit így látsz itt ott, hogy így jönnek ki ezek a tök fura hullámzó, meg aprólékos kis dolgok, és ez... Akkor igaz az, amit a Kultúrparton írtak rólad, hogy a képeid gyakran egy firkából indulnak. Igen, igen. Aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Igen, ez tényleg így van. Akkor te varázsló típusú művész vagy, hogy a néhai Popper Péter szavait idézem, ő színészekről írta ezt a Színes pokol című könyvében, hogy van a varázsló színész, aki belepusztul a szerepébe, teljes átélés, hogyha egy hajléktalant játszik, akkor oda megy közéjük, szétrosztja a fogait, stb., és akkor ő tényleg minden este egy hajléktalan, és hajléktalanként éli az életét. És van a mesterember, aki kiválóan alakít egy hajléktalant, de este 10 órakor legördül a függöny, igen. Lemosakszik, hazamegy, és Kovács Géza apuka lesz. Igen, én ezeket az embereket nagyon csodálom, hogy ezt hogy tudják csinálni. A másodikat, igen, tehát te is igen. inkább az első kategóriába sorolod magad, igen, hogyha ez a felosztás, igen. ez elfogadható. Hát abszolút, inkább, bár a varázsló szó az túlzásnak. Én mondtam, érzem, ki nem tudom, mondtad, úgyhogy bármit igen, de inkább, abszolút. Mi jellemzi a munkamódszeredet? Tehát azt ugye tisztáztuk, hogy elég aprólékosan és kvázi sokáig alkotsz egy munkát, de hogy van-e munkarended? Már most az alkotásra és nem a pénzkeresetre gondolok, tehát hogy reggel 8-tól 10-ig ezt csinálod, ezzel este éjjel 2-kor fölkelsz, mert egy ötlet eszedbe jut, hogy működsz? Hát voltak ilyen ambícióim, hogy na majd én akkor majd így szépen minden reggel 6-kor elkezdek dolgozni, és olyan egészséges módon majd így 10-kor befejezem, vagy persze nem így egyben, de rá kellett jönnöm, hogy, és szeretek egyébként így korán fölkelni, megiszom a kis kávémat, és akkor na, elkezdek dolgozni. De valahogy reggel például, az a tapasztalat, hogy reggel nem jönnek ezek a dolgok olyan könnyen. Tehát nálam simán fönnmaradok így hajnali 3-ig, és akkor van az, hogy ezek az értékelhetőbb dolgok születnek tulajdonképpen. Ez egy érdekes dolog, hogy miért akkor, nem tudom, de hallottam erről valami tanulmányt, vagy valami volt egy ilyen felmérés, hogy akkor egyszerűen így éjszaka kreatívabbak az emberek,
nem tudom, talán azért, mert nincs körülöttük olyan sok minden, ami elvonja a figyelmet. Tehát, hogy Vörös Sándor is mondta például, hogy hajnali kettőkor nem csönget a postás, és nem kell azon, nem stresszelsz azon, hogy jön-e a postás, vagy nem, de akkor egyszerűen tudod, hogy akkor nem jön. És akkor így, tehát az ilyenek is zavarnak, hogy szól a telefon, hogy akkor ez kell, tehát ezek azért így biztos, hogy ott vannak bennem tudat alatt, hogy elkezdődik a nap, akkor már bármi jöhet, akkor így az kicsit így gátolja ezt a folyamatot, de nyilván akkor is dolgozom, meg akkor is csinálom, csak egyszerűen jobban szeretem azokat a rajzokat, vagy grafikákat, vagy azokat a részeit a grafikának, amik éjjel születnek, egyszerűen jobban át tudom magam adni. Folyamatosan dolgozol, tehát arra gondolok, hogy mondjuk ülsz a polgármesteri hivatalban egy elintézni való ügy miatt, ott van előtted egy papír, rajzolsz, és abból lehet esetleg valami. Ezek teljesen alkalmasak egyébként az ilyen vázlatozásra. Pláne azért is, mert akkor annyira nincs tétje, tehát ott van egy ilyen cetli előtted, és akkor én nagyon rászoktam ugye görcsölni, ez biztos, hogy kiderült most már, hogy rágörcsölök így minden létező dologra, de engem már az is blokkol, hogyha hú, ez most egy nem tudom milyen akvarell papír, erre most már nem rajzolhatok akármit. Tehát, hogyha ott ülsz a polgármesteri hivatalban, és ott van egy kis füzet előtted, akkor oda bármit rajzolhatsz, és éppen ezért azok tök jó kiindulások. Tehát ugye az egyetem ilyen szempontból is jobb, mert nagyon sokat firkáltam az órákon, és így... Unalmasabb órákon. Igen, volt egy pár. Ja, úgyhogy... Mennyivel könnyebb helyzetben vagy, mint mondjuk egy szobrász, tehát ő nem feltétlenül tud mit igen, alkotni. Vagy. Igen, Vörös Sándort említetted, rajta kívül még talán Juhász Ferenc, az eddigi pályaképedet tekintve, aki közelebb áll. Nem minden költő ihlet rajzolásra? Hát mindegyik nyilván nem, de csak ők ketten? Nem csak ők ketten, nyilván, meg hát nagyon sok mindent nem is ismerek, úgyhogy ezért szégyellem is magam, mert sokkal hát többet kéne olvasni. Évesen már... Mindegy, ezt én tudom, hogy sokkal többet kéne még így olvasnom. Még egyébként Murakami ihletett meg nem olyan régen, ez borzasztóan hangzik ez így, de még ő is, az ő világa is nagyon tetszik. Szóval Juhász Ferencet borzasztóan szeretem, kicsit hasonló talán a... Tehát ő is kép, de legalábbis én képként látom az ő verseit, mert annyira vizuálisan és részletesen ír le, és gyönyörűen bizonyos dolgok. Kígyószerűen tekergő mondatok, igen, rengeteg hasonlattal. Igen, az egész univerzum benne van, tényleg így egy-egy sorban szinte, és ezt így nagyon közel éreztem magamhoz. Te műveid is ilyennek egy picit? Tehát nyilván különböző képeket alkotsz, de hogyan írnád le szavakkal? Miután ugye meg tudjuk mutatni, lévén, hogy televízió vagyunk, a képeidet is, de te hogyan írnád le azt a világot, amit ábrázolsz? Inkább most már az álomszerű az abszolút megállja a helyét. Hajlamosak az emberek néha kicsit pozitívabbnak látni ezeket a képeket, meg jaj, milyen kis aranyos, meg meseszerűbbnek, mint amilyen valójában. Rémálomszerű? Nem, azt nem mondanám, csak azért én szeretem azért belecsempészni ezeket a negatív dolgokat, amik így, tehát, vagy ezeket tehát ha körülnézel a világban, akkor rengeteg ilyen, rengeteg szörnyű dolog történik, és én ezeket nem tudom kizárni.
És mivel, hogy ugye beszéltünk róla, hogy ilyen érzékenyebb vagyok, nem tudom, ezért ezek is kicsit jobban hatnak rám, és ezeket én így bele, ezek benne vannak a munkáimban, csak nem annyira feltűnő talán, mert a kis vonalaimmal így elpalástolom, nem tudom, de szóval ott vannak ezek a problémák, ezek mind ott vannak. Azok is, inkább azok persze, amivel így én küzdök meg, hogy most akkor nem tudom, nyilván. De úgy érzem, hogy néha belerakok egy ilyen globálisabb valamit is. Talán ezért is jönnek elő az állatok is a képeimmel, meg a nem tudom. Mostanában kezdek kicsit így az ilyen tradíció, hagyomány. Tehát ezek a dolgok, amiket így örököltünk, vagy amiket hozunk magunkkal, ezeket is most már így beleteszem a munkáimba kicsit, mert érdekes például, tehát ezek foglalkoztatnak, hogy egy személyiség, akárki, tehát hogy miért reagálunk teljesen másképpen, vagy egyáltalán miért vagyunk, miért viselkedünk teljesen hülyén bizonyos helyzetekben. Tehát amit így nem lehet megmagyarázni, hogy te miért így gondolkozol, miért így beszélsz, miért csinálsz bizonyos dolgokat, és én úgy gondolom, hogy ez biztosan ilyen öröklött dolog. Tehát nem az, hogy most, jaj, apám is így csinált, és akkor azért, de hanem, hogy sokkal régebbről hozott tartalmak ezek, és akár ugye, nem tudom, nagyszüleim is, ugye a háborúk, amiket átéltek, de nyilván még sokkal régebbi dolgokra is gondolok. Szerintem én ezeket néha szinte így érzem, hogy mik történtek. Nyilván azért is, mert tudom, hogy voltak ilyen elég tragikus dolgok. Tehát ezek a küzdelmeid, amit te használtad talán ezt a Igen, szót, igen, többek ezekkel között. Én ezeket megbírkózni, néha vagy nagyon, mi ezek ezt? néha nagyon előjönnek belőlem, és akkor úgy érzem, hogy még legalább így ez a képeken keresztül talán egy kicsit fel tudom dolgozni, mert vannak ezek a, tehát az emberiségnek ezek a borzasztó dolgai, amikkel így nem nagyon tudok mit kezdeni. Történetesen mondjuk a holokausztra gondolsz? Tehát Akár, az ilyen igen, pontosan, de és még kataklizmák, renge, igen. háborúk. Igen, meg még mindenféle más. Ehhez Kicsiben, képest... nagyban, mindannyiunkban ott van. Én is tele vagyok hibával, meg szóval csak ezeket, na, amikor. Én legalább így csak magam ellen küzdök, de igyekszem azért ezt így nem annyira az embertársaimon így levezetni. És ezek. Hát bár mindenki így dolgozná fel a problémáit Ja, rajzokban, hát zenékben, vagy... igen, ez egy ilyen jó motiváció. Hogy érzed magad mai Magyarországon? Vagy a világban? Tágítsuk ki. Nem akarok panaszkodni, de valószínűleg fogok, mert szoktam. Nem vagyok teljesen így megelégedve. Egyébként azért nem panaszkodom, mert az én körülményem, tehát én borzasztó szerencsésnek érzem magam, mind a mellett, hogy egyébként így a világgal nagyon nincs rendben, elég sok minden, úgy látom. Viszont olyan nagy rálátásom nincs meg szakmai, nem is tudom, tehát nem tudom, hogy mi a baj, de azt tudom, hogy nagyon nagy baj van. Tehát néha úgy érzem, hogy jobb lett volna, hogyha így fönnmaradunk a fán, és ugrálunk így majmokként. És akkor talán kevesebb, biztos, hogy kevesebb kárt okozunk. Persze ott vannak ezek a csodálatos dolgok, amiket így az ember létrehozott, és ez is egy ellentmondás. Az egyébként sokszor szerepet játszik a munkáimban is, meg így az egész létezésemben ez a rengeteg ellentmondás, amikkel így. Érdekes, amiket mondasz, mert engem a képeid inkább megnyugtatnak, tehát harmóniát sugároznak, miközben te azt mondtad, hogy egy picit a fájdalmaid és a kétségeid is bennük vannak. Igen, de egyébként örülök, hogyha ez így nem annyira jön át. Nem akarom azt kifejezni feltétlenül, hogy hú, most milyen szörnyű dolgok De történnek. a világ Csak békéről se szeretnél festeni, mert az meg egy nem, picit olyan hát az unalmas. igen, nem, hát az nem én lennék, azt hiszem. Viszonylag sok kiállításod jelent meg, sőt mondhatom, hogy sok az Ja, lehet, életkorodhoz igen. mérten, ezek között vannak egyéni, csoportos kiállítások,
önálló kiállítás, hát itt most nem sorolom fel, a Hadik Kávéház vagy a Budaörsi Művelődési Központban is volt önálló kiállításod. Igen. Mennyire fontos számodra a visszajelzést? Egyrészt a szakma visszajelzése, másfelől a közönségé. Mennyire hát, befolyásol? Fontos, mindenképpen nagyon fontos, hogy válaszoljak a kérdésedre. Szóval engem eléggé meg tud törni, vagy le tud törni egy ilyen negatívabb kritika, amit egyébként nem annyira hallok. Inkább ezeket csak így érzem. Vagy adott esetben lehet, hogy néha csak úgy kitalálom, hogy hú, ennek biztos nem tetszett, és akkor így nekem már ez bőven elég ahhoz, hogy így... De az, hogy annyira nem befolyásol. Tehát attól még, hogy nekem mondjuk XY azt mondja, hogy hú, ez milyen szép, én attól még nem leszek elégedett azzal feltétlenül, amit csinálok. Tehát ezek kellenek, meg jók, meg főleg a szakmai, az nyilván azért többet jelent, mint hogyha, nem tudom, szomszédnéni azt mondja, hogy jaj, de ügyes vagy, aranyoska. Tehát azért ezt lássuk be, hogy az sokkal többet jelent, és tényleg fontos. Befolyásol is? Már olyan értelemben, hogy egy következő munkádnál egy picit más irányt vesz a tollad, vagy a kezed, vagy a... Hát azt nem mondanám. Tehát úgy különösebben nem befolyásolja az alkotói folyamatot, de csak annyiban erősít meg, hogy azt csináljam, amit most itt, csak mindig egyre, tehát hogy mindig tegyek hozzá, és azt jobban, vagy hogy is mondjam. Meg kell felelni egy művésznek? Tehát, vagy az a jó, hogyha öntörvényű, és azt csinálom, aminél elindultam, azon az úton haladok tovább, aztán vagy tetszik, vagy nem tetszik, ha tetszik, akkor örülök neki, ha nem, az ő dolguk. Mindenképpen én szeretném megőrizni azt az alapot, vagy azt a, nem tudom, azt, amitől én vagyok, meg amitől amik a munkáimat így jellemzik, tehát van egy ilyen alapirány. Viszont hát néha muszáj egy kicsit megfelelni, hát hogyha megrendelésre dolgozol, az akkor más, azért... Persze, igen. Nyilván nem arról beszéltem most, magadtól, hát, magadból. Igen, hát az meg annyi szerintem, hogy folyamatosan a művészekben azért van egy ilyen bizonyosság, hogy az, amit csinálnak, az valamilyen szinten azért azt úgy szeretik, meg az jó. Én nagyon elégedetlen vagyok egyébként, de mégis azt érzem, hogy hát azért van benne valami, ami miatt úgy mégis így a helyén vannak a dolgok, de rengeteget kellene még ezzel foglalkozni, és nagyon sokat kell tanulni, megnézni, hogy másoktól tanulni, de úgy, hogy ne koppints, meg ne utánozd, hanem csak bizonyos ilyen technikai dolgokat inkább. Ezeket elsajátítani, vagy ellesni, ez szerintem mindenképpen fontos. Van feladata a művésznek? Úgy értem, hogy a kultúrpolitika az mindig, a mindenkori kultúrpolitika szereti megszabni, hogy mi a feladata a művésznek. Szórakoztasson, beszéljen a pozitívumokról, úgyis annyi keserűség van a világban. Erről mi a véleményed? Igen, erről mondjuk most éppen Gross Arnold jutott az eszembe, mert neki az arcpoetikája ugye az, hogy mivel úgyis tényleg, amit mondtál, hogy annyi borzalom van a világban, hogy a művészetbe ezt nem szabad beengedni. Bár csak én is ezt mondhatnám, én nem tudom ezt így csinálni, mert rajtam ez így keresztül megy. De szerintem ilyen nincs, hogy feladata. Nem tudom. Régebben egyébként én eléggé elutasítottam azokat az alkotókat, akik nagyon-nagyon üzenni akarnak, és nagyon meg akarják mondani, hogy fú, most ez nem jó, meg ezt így, meg ezt úgy, mert én hiányoltam belőle akkor még az esztétikát, meg azt, hogy na jó, de hát oké, hogy most itt van egy ilyen téglarakás, de azért könyörgöm. De egyébként ez most már változik bennem is, mert hogyha mindegy, szóval az ugyanúgy művészet, vagyis hát igazából az még fontosabb is így a társadalom szempontjából valószínűleg, mint az, hogy most így rajzolgatok, és akkor mondjuk az szép, és akkor mi van? Tehát így tulajdonképpen... És nagyjából az arszpolitikádat fogalmaztad meg, vagy fogalmazod meg. Megfogalmaztad már magadnak, vagy pedig így folyamatosan áll össze? Hát nem nagyon, még ilyen nem volt, hogy ez most így...
Nincs De még azért el a szerintem, kezekkel igen. a koalamackóktól, az abban egyetértünk Hát talán. nyilván, ez alap. Persze, persze. Készülsz-e valamilyen nagyobb kiállításra a közeljövőben? Vannak-e megrendelések? Most ilyen boros címkéken dolgozom, Szereted és is a bort? Fontos, hogy igen. jó borhoz jó cégért vagy címkért. Igen, a bor az egy jó dolog. Tehát ez persze, az is sokat segítné az alkotásnál. De mindegy, szóval ezeknek a kapcsán valaki, hát ebből lehet, hogy lesz valami, mindegy, valaki látta az egyik boros címkét, amit terveztem, és a Bazilikánál nyit majd egy ilyen borbárt, vagy nem tudom, és ott szeretne egy ilyen kiállítást a munkáimból, úgyhogy ez valószínűleg, nagyon remélem, hogy ez majd így összejön. Kiállítással is egyébként az, hogy hú, tök jó, csak csomó munkaidő, pénz, és aztán jó, hogyha vesznek jobb esetben egy képet. Tehát igazából egy kicsit néha ez olyan, hogy meg az a megnyitók, meg ezek kicsit rosszul vagyok, hogy most állj ki és hallgass, hogy rólad beszélnek.